Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön egy kis Destiny 2 sztorizgatás. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez a játék, bár nem mutat sokat magából, miközben játszol, de mégis egy nagyon jó háttértörténete van. Minden fajnak, amely reprezentáltatja magát ebben a játékban, annak egy tök jó kis ilyen háttértörténete van a main story mellett, és amikor játszol a játékkal, bár nem mutat sokat magából a játék, de hogyha egy kicsit az ember utána olvas, utána néz a dolgoknak, akkor minden olyan úgy értelmet nyer a játékban, hogy melyik faj, miért van az a bolygón, mit akarnak ott, miért csinálják azt, és tulajdonképpen minden egy kicsit aféle összképet ad a dolgokról, és mindjárt más megvilágításba helyezi az egész gameplayt, a farmolást és többit. És ha nem láttad a Destiny 1-2 története című videómat, ugorjál a csatornában, nézd meg, vagy írjátok be a keresőbe, hogy Necrocrim Destiny 1-2 története, mert akkor így az emberi képbe kerül, hogy hogy kerülünk oda, mert mondhatni egy kicsit, hogy onnan fogjuk folytatni a történetet. Mert hogy létezik ugye most a Destiny 2-ben kettőfajta raid, és ennek a háttértörténetről szeretnék egy kicsit beszélni, úgy gondolom, hogy egy tök jó kis háttértörténet, és elsősorban fogunk most ebben a videóban fogunk beszélni a Leviathan raidről, majd utána egy másik videóban fogunk beszélni az Eater of the Worlds-ről. Nos, a Leviathan raid ugye a Kabalhoz kapcsolódik, mint fajhoz, és hogyan kerülünk mi kapcsolatba ezzel az egésszel, ugye, és ez tudnotok kell, ugye, hogy a Kabalnak volt, van, ezt így mondom, egy uralkodója, egy császára, és ez a legérdekesebb ebben az egészben, hogy az egész Kabal faj és rendszer, gazdaságuk, ha így tetszik, úgy van megcsinálva, hogy a mi földünknek a római birodalmát képmására csinálták meg a készítők. Ez csak egy ilyen kis apró érdekesség, és hasonlatos szavakat is használnak, mint ugye a római birodalomban használtak. Nos, srácok, ugye annyit tudunk, hogy a Raiden, a Leviathan Raiden, mi le kell győzzük a Kabal császárt, aki nem mellesleg egy robot című történet, de ugye aki először oda bemegy, és nem nagyon néz utána a dolgoknak, akkor így csodálkozik, hogy van ez, hogy most legyőzöl egy robotot, most nem, hogy a császár győzöd le, és miközben így figyeled a játékmenetet itt-ott, ahol mondjuk belehal az egész csapat, akkor kírja a játék, hogy you failed to entertain the emperor, tehát valami olyasmi, hogy megbuktál azon, hogy szórakoztasd a császárt című történet, és így az embernek egy kicsit így zavaros, hogy mi a fene van. Na, és akkor létezik egy úgynevezett Kabal császár, aki árulásnak lett kitéve, mondjuk így, és elűzték őt a Leviatánra, a.k.a. the Eater of the Worlds-re, elűzték őt, mert hogy ő a császár állítás szerint, mert túl népszerű volt ahhoz, hogy megöljék, ezért száműzték őt erre a hajóra, örök életre, hogy ki volt ez, Gaul és a csapata. Na most Gaul így tört uralomra tulajdonképpen, egy puccsot szervezett a császár ellen, és mondhatni megfertőzte a Kabal elméket, hogy neki induljanak és az utazót fogságba ejtsék. Na de hogy került mindez ide? És ha a Wikipédián is utána néztek, a császár magányában, száműzetésében írt néhány levelet bizonyos embereknek, vagyis leginkább a tanácsának, mert a tanácsa volt az, aki elárulta, és még tetejében még a lánya is elárulta őt. És jó, a levelek egy kicsit úgy vannak beállítva, mint a jaj, ő szegény, és ő, hogy milyen nagyszerű, és hogy ő milyen tökéletes, és hogy őt nem értette meg senki, nem értette meg senki az ő terveit, meg a saját lánya se, és még a saját lányát is kivégzésre ítéli ezekben a levelekben, és ott egy kicsit mesél a különböző karakterekről, a saját testőre árulta el, Gaul árulta el, akit árva gyerekként maga mellé emeltek ebbe a tanácsba, és a tanács volt az, aki Gault választotta volna a császár helyére, csak
Gól túl erős volt, és nem tudták irányítani őt, és ő visszautasította azt, hogy őt császárnak nevezzék, és azt mondta, hogy többé nem lesz császár a kabál között, és konkrétan akkor vette át az irányítást a kabál felett, és ugye indította ezt a nagy csatát a saját lánya. Ról is van egy levele, hogy ő is elárulta őt a legvégén, és tehát konkrétan a személyes tanács, aki mindenki maga mellett volt, valamilyen szinten, módon elárulták őt. És ez vezetett a Destiny 2 fő történetének, tehát Gól támadásának az egész történethez, ez vezetett hozzá, hogy elárulták őt. Na most, a következő dolog... Hogyan kerülünk mi kapcsolatba a császárral? Szóval van Nessuson egy adventure, ami egy Invitation from the Emperor, ha jól emlékszem, az adventure-nek a neve, és abban ugye az ember ráfókuszál a szövegre, amit beszélnek, az konkrétan a császárnak a meghívója, az a küldetés arról szól, hogy a császárnak a meghívója, hogy te menjél el a Leviatánra. Na most a küldetésben azért, mert vannak furcsa dolgok, és ez kapcsolódik az Eater of the Worlds-hoz is, hogy tehát különböző adatokat nyernek ki Nessusról, egy ilyen kabál készítményből különböző adatokat nyernek ki, ami utalást tesz arra, hogy valami nagy jön, ami képes világokat elpusztítani egy olyan cél érdekében, hogy bort csináljanak. ez halál komoly. Bort akarnak csinálni a bolygókból a császár számára. És ez az utalás a Leviatánra, bocsánat, az Eater of the Worlds raidre. Na most, mintha megcsináltuk ezt a questet, akkor úgy nagyjából így képbe kerülünk, hogy valami nem stimmel a kabálnál, és ott még mondja is Kate Six, hogy amikor legutoljára volt valami furcsaság a kabálnál, és management csere volt a kabálnál, akkor fura dolgok történtek, hogy nézzünk utána. Na, és amikor megkapjuk az első raidhez, tehát a karaktert kimaxolta a 20-as szint környékén, aztán megkapod a raidre való belépési jogot, és azzal jár egy levél is, ahol a császár ilyen fenséges módon meghív téged az ő űrhajójára, és elmesél a történetet, hogy ő egy árulásnak lett a következménye, őt száműzték, de nem ölték meg, mert hogy túlságosan szeretett volt az emberei által, és ő most, hogy Gól elbukott, ő meghív téged, hogy segítsél neki tulajdonképpen visszaszerezni az uralmat, és megölni az árulókat, akik őt elárulták, a megmaradtakat, de még mielőtt mindezt megtennéd, egy próbának leszel kitéve, és ez a raid maga, a próba, és ezért van az, hogyha meghalsz, akkor kiírja, hogy elbuktál azon, hogy szórakoztasd a császárt, és ezért vannak különböző szobák a raiden belül, mert hogy a császár ezeket is megemlíti a levelében, hogy vannak kertjei, vannak fürdői, vannak minden, és mindent használhatsz, minden a tied lehet, és különböző játékokat szervezhetsz, ahol leülheted a szörnyeit, és a többi, de mindezek előtt próbára kell tennem téged, és próbára kell tennie minket, és hogyha sikeresek vagyunk, akkor fogadni fegyvert, fogadni tudást, fogadni hatalmat, mindent megígér nekünk, de a levelek annyira jól vannak fogalmazva, és annyira ilyen felséges császária, hogy így az ember kedvet kap, hogy na menjünk, és adjunk ennek a próbának, és tényleg aztán a réden magán annyi legendary és exotic szar esik, hogy ezt el sem lehet hinni, de komolyan mondom. De tényleg bemész úgy, és sokszor volt, hogy kijöttem 10 legendary engrammal, és mondjuk 2 exotikkal, de egyáltalán biztos, szóval nagyon jól meg van csinálva ebben a szempontból, és tényleg Grow Fat from Power című történet folyik a réden, és különböző challenge-ek vannak challenge-eken belül, szóval tényleg próbára tesz maga a császár. Na most ugye a dolog lényege, hogy a végén ugye egy robotot ölünk meg, aki hát
valószínűleg a császár hasonlása, ha nem, az akkor teljesen mindegy. De hol van a császár? Maga című történet, próbatétel sikerült, reméljük, hogy lesz ennek valami háttér története. És ugye láthatjuk is az Eater of the Worlds raidnek a végén, hogy ott tulajdonképpen ezt a robot császárt, ezt így gyártósoron gyártják konkrétan. Nos, srácok, ez lett volna a Leviathan raidnek a háttér története. Szerintem nem rossz, jó lenne, hogyha lenne valami folytatása, de reméljük nem egy Destiny 3-ban című történet, de mondom, egy Destiny-nek egy egész jó lore története van, úgyhogy ja, ezt kell mondjam. Srácok, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, további Destiny ugorjatok el a csatornámra, Facebookon megtaláltok, Discord szerverünk rendelkezésetekre áll, használjátok egészséggel. Addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok!